közönség találkozóval indult az egyhetes színházi workshop és kulturális programsorozat gálaestje Csengerben szombaton. Az estházi gazdája Hirtling István, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, a Vígszínház tagja volt, aki márai eddig kevésbé ismert arcát mutatta be a közönségnek. A bor szerepe, az író humora, valamint az élet szeretete volt a középpontban, amelyet a szerző kevésbé népszerű művein és történetein keresztül ismerhetett meg a közönség. Ennek a sorozatnak az egyik darabja például azokból az írásaiból és azokból a szövegekből tevődik össze, ami a halállal foglalkozik. És ennek az előadásnak az a címe, hogy javaslom, hogy ezután ne halljunk meg. Na most az életről csak ezt tudom mondani, amit Márai mond, hogy javaslom, hogy ezután ne halljunk meg. És ebben benne van minden. Tehát, hogy muszáj úgy élni, hogy teljes a nap 24 órát, a nap 24 óráját nagy szenvedéllyel és elhivatottsággal szenteljük az életnek. És minden, ami amögött van, a munka, a hivatás, a kötelezettségek és egyéb, az csak ezt szolgálja, hogy ne halljunk meg. Úgyhogy mindenkinek ezt tudom üzenni Márai szavával, hogy nagy szenvedéllyel élje az életét, hogy egy igazi, tartalmas, boldog világ legyen itt körülöttünk. Hirtling István hozzátette, számára Márai az álhatatossága, a következetessége és a kitartása miatt a 20. század egyik legnagyobb humanistája, aki a róla kialakult komor kép ellenére rendkívül jó, élénk, szarkasztikus és önmagát sem kímélő humorral rendelkezett.